Bede Róbert mesterszakács közel 30 esztendeje dolgozik a szakmában. Amellett, hogy számtalan helyre hívják zsűrizni, a médiában folyamatosan jelen van műsoraival. Egyfajta szemléletformálás, misszió mindaz, amit végez. Saját bevallása szerint nem is eredménytelen a törekvés, jól lemélhető mindaz abból, ahogy a vendégek rendelnek ma, ahhoz képest, ahogy tették ezt évekkel ezelőtt. Lassú fejlődési folyamat, ez mondja, de megéri a küzdelem. Saját menüsorral érkezett a Dunautika szállodába, ahogy meséli, kapcsolatteremtésre. A menüsor gyakorlatilag egy fogasfilé, egy bőrénsült fogasfilé, friss penóttal, karamellizált ecetes gyöngyhagymával és paprika krémmel. A főétel, aminél itt egy kicsit leragadtam, ez a marha pofa, ez az úgynevezett braisingelt marha pofa gratenírozott gyökérzöldségekkel, ceruza babbal és ezzel a vörösboros mártással készül, és a végén desszertnek kínálunk egy ilyen áfonya lekváros dióhobos kosárkát, ez itt az én menüsorom, amit a fiúk egyébként az én, nem mondanék ilyet, mert ez ilyen nagyképű dolog, az én instrukcióim, nem, Sárközi Péter mesterszakács séfúrral, amit telefonon egyeztettük, és megbeszéltük, hogy mi legyen a menü, és nyilván a mi megbeszélésünk alapján itt a fiúk a konyhán tökéletesen tudták ezt prezentálni. Ez a mi szakmánk, itt a konyhán belül egy nyelvet beszélünk a fiúkkal. Ez a mi szakmánk, ez arról szól, hogy egy bizonyos szint fölött, hogy fogalmazzak szépen, ez nem egy exakt tudomány. Ezt, ha közhelyes akarok lenni, ezt jó pap holtig tanul. Tehát életed végéig tanulni fogod ezt a szakmát. És nyilván mindig van olyan új dolog, amit nekem tudnak mutatni, amit én tudok nekik mutatni. Vannak helyek, ahol többet, vannak helyek, ahol kevesebbek. Itt az a lényeg, itt a vendégnek a szeretete a lényeg, meg az ételnek a szeretete a lényeg. Itt az a lényeg, hogy próbáljunk harmóniába kerülni az étellel, az alapanyaggal és leginkább magunkkal. 2004 óta tanítja az országot főzni a televízióban. A gasztronómiai tévécsatornák eredménye kézzelfogható, állítja. Nekem a legnagyobb büszkeség az, amikor eljövök ide, és azt mondják a srácok, hogy hú, hát én 10 évvel ezelőtt néztem a műsoraidat. Akkor jövök rá, hogy mennyire öreg vagyok egyébként, a viccet félretéve, hogy igenis lehet, és egy új irányt próbálunk. Tehát nem úgy működnek ezek a dolgok, hogy egyik pillanatra a másikra megváltoztatjuk a gasztronómiát. Nem, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat, aminek szerves részei a Bocuse d'Or versenyek, a Michelin csillagok, ezek mind-mind egy pici szegmensei annak, hogy a szakma fejlődjön. Mert a szakma eljut, én nem tudtam volna elképzelni, hogy akár 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt egy ilyen igazi gyöngyszembe el tudok menni, mint ami itt található, itt Faddomboriba, ugye a Hotel Dunautikában vagyunk, hogy egy ilyen gyöngyszembe betalál az ember. Tehát óriási a csapat, nagyon jó a hangulat. A kérdésedre viszont válaszolok rögtön közvetlenül, hogy az emberekre ez hatással van. Igen, hatással van az emberekre. Hát folyamatosan kapom azt a visszajelzést, hogy igen, ezt az ételt elkészítettem otthon. Igen, én megveszem ezt az alapanyagot akár a piacon, akár egy bevásárlóközpontba, mert foglalkozni szeretnék vele. Tehát ha mutatsz valamit, milyen az ember, mutatnak valamit, és kezdem elkészíteni. Elkezdtek az emberek játszani a konyhában, de nem jutottunk túl. Tehát nem jutottunk túl, bocsánat, lopok még egy kis alaplevet, nem jutottunk túl még ezen, tehát ehhez azért még nekünk kell idő. Tehát azt gondolom, hogy még azért nem vagyunk teljesen ott, hogy elengedjünk bizonyos 20, 30, 40, 50 éven keresztül berögződő sztereotípiákat. Még nem, tehát ehhez generációk kellenek. Itt van a generáció, érdemes a srácokat megnézni, hogy mennyire felkészültek, itt van a következő generáció. Egy nagyon-nagyon komoly barátomnak, tehát büszkén nevezhetem, nagyon jó ismerősömnek, nem mondom a nevét, szakmán belül, azt mondta, hogy elmondjuk az ember 55 éves, akkor tanítson, de ne akarja meghatározni a gasztronómiát, a magyar gasztronómiát, itt vannak a fiatalok, dübörögnek. Kell, tudják, beszéljünk róla, irányítsuk őket egy kicsit. És ezáltal tudjuk irányítani az embereket is, tehát azokat az embereket, akik ott ülnek a tévéképernyők előtt, és hogyha csak addig el tudok jutni, hogy próbáljunk már ki egy kis halat, egy kis friss penóttal, egy kis paprikakrémmel, akkor azt mondom, hogy már megérte ott lenni, vagy itt lenni. Mi magyar emberek, mi nagyon jó fejek vagyunk, mi kenyér és savanyú mániások vagyunk.
meg gulyásleves mániások, meg halászlémániások, ami nem baj, mert ezek mind hungarikumok. De amikor tudom azt, hogy rendelnek valamit, és akkor kérek hozzá plusz kenyeret, és kérek hozzá még plusz savanyúságot, akkor már szinte tudom, hogy miről beszélünk, ugye? Tehát valaki a rántott húshoz is kenyeret eszik. És visszatérve egy picit a rántott húsra, nem az a baj, hogy a klasszikus bundázott, a lisztes, tojásos, morzsás húsokat fogyasztjuk. Nem az a baj. Az a nem mindegy, hogy hogyan. Az a nem mindegy, hogy mit fogunk így megsütni. Hogyan tálaljuk a vendégnek. Meg lehet látni, hogy egy ilyen egyszerű, hát nem túl szép ételt is milyen gyönyörűen föl lehet tálalni, és milyen gyönyörűen lehet a vendégnek az asztalára prezentálni. Le lehet venni, igen, és le lehet venni az embereken. Nem értek egyet azokkal a vendéglősökkel, akik mondják, hogy az a zöld baba az elég lesz. Nem elég az a zöld baba, ahhoz még kell. Köszönöm, hogy nem értek egyet azokkal a vendéglősökkel, akik azt mondják, hogy nem tudok változtatni a koncepció, mert az emberek ezt a hatalmas adagot kívánják meg ezt, és akkor majd elmennek a vendég. Nem drasztikusan meg kell változni és 180 fokot fordulni, nem erről van szó. Egy picit irányítsuk a vendéget.